Hétfőtől már minden házi orvosi rendelőben lehet majd kérni influenza elleni vakcinát. Az oltása a rizikócsoportba tartozók számára, így a 65 év felettieknek, a krónikus betegeknek és a kismamáknak ingyenes. Járvány még nincs, az ANTS szerint azonban már most érdemes beadatni az oltóanyagot. Elég sokat utazom tömegközlekedési eszközökön, és bizony nem mindenki használ zsebkendőt például. Van, aki óvatos, így amint elérhető a vakcina, beoltatja magát. A legtöbben azonban kifejezetten ellenzik a védőoltást. 5 évvel ezelőtt egyszer beoltottuk magunkat, és azon a télen voltunk egyedül betegek, azóta semmi bajunk. Sokkal betegebb lettem, mint ahogy szoktam általában véve ebbe az őszi-téli időbe. Magyarországon az ingyenes vakcinát körülbelül 1 millióan kérik, és 150 ezeren lehetnek azok, akik a házi orvos javaslatára megveszik az oltóanyagot. Nyugat-Európában 2-szer ennyien oltatják be magukat, az Egyesült Államokban pedig minden második ember. Ilyen nagy csomagban jött az oltóanyag. A legtöbb rendelőbe már megérkezett az oltóanyag. Hétfőtől, aki kéri, annak be is adják. Fejér Tibor azt mondja, még a járvány előtt érdemes oltatni. 2-3 hét kell az immunválaszunk kialakulásához, tehát az oltásnak körülbelül 3 héttel meg kéne előzni a fertőzést. Tehát a járvány idején már gyakorlatilag késő. A hivatalos adatok szerint múlt héten 2700 embernél jelentkeztek influenza-szerű tünetek. A járvány kihirdetéséhez 15 ezer kell. Az ANTS-nél azzal számolnak, hogy az oltóanyag hatékony lesz, újfajta vírusra nem számítanak. Ugye még csak nagyon kevés vírusvizsgálata történt meg. Azt mutatja, hogy az oltóanyag törzsel megegyező, illetve nem megegyező, hanem ahhoz hasonló vírusokat tudtak eddig kimutatni Európában. A járvány tetőzését Magyarországon február végére, március elejére várják.